A Pelikán Fészekben Somosákos rendezésében a székesfehérvári színházbarátok is megtekinthették a Teleki Diák Színpad országosan is díjazott előadását, Tasnádi István Cyber Cyrano című egyfelvonásos darabját, amely a komlói amatőr színjátszó találkozón harmadik díjat és arany minősítést nyert. A legfőbb motiváció az az volt, hogy a Tasnádi István egy olyan darabot írt, aminek a szereplői, azok a diákok, akiket én is tanítok, tehát gyakorlatilag ki lehetett osztani ezt a darabot úgy, hogy senkinek nem kellett mást játszania, mint ami. 10 éves fiatalokról szól, egy nagyon jól megírt kamaradráma, ami leredukálható annyi játékidőre, amennyit egy diákszínpad is el tud játszani, úgyhogy én nagyon hamar elhatároztam, hogy ezt megrendezem velük. Az előadást, amely a Kolibri Színház első nemzetközi ifjúsági színházi együttműködésében a Platform 11 Plus keretében született 2010 novemberében, megtisztelte jelenlétével Varga Lili, aki a 2010-es bemutatón Henny szerepét alakította, és Tasnádi István, a kortárs magyar szerző, aki már akkor megelőlegezte, milyen is az, mikor a képzelet erősebb, mint a valóság, mikor a virtualitás valódibbnak tűnik, mint a mindennapi realitás, és tovább szőtte gondolatait arról, hogy mire jó az internet, és természetesen elénk tárja azt is, hogy mire nem. Ugye jó 10 éve írtam már ezt a darabot, és ez egy ilyen uniós projekt volt, amiben kifejezetten fiataloknak szóló olyan aktuális témákat kellett keresni, ami őket megérint, és amiről nincsenek darabok. Hát ez a netes átverés, akkor ez még nagyon az volt, nagyon friss téma volt, és akkor ezt kutattam, kerestem olyan közösségeket, ahol megtörtént hasonló történet, és akkor találtam egy iskolát Budapest mellett, és velük beszélgettem, 2 alkalommal beszélhettem az osztályon, aztán a szülők föllázadtak, hogy ne bolygassuk a múltat, és annak alapján írtam ezt a darabot, ami úgy látszik, mi mindig a mai fiatalokhoz is szól, nem csak a 12 évvel ezelőttiekhez. Tasnádi István drámája 5 tizenévesről, Zsuzsiról, Hennyről, Mátéről, Viktorról és Moiráról szól, akik számára az internet az a háló, amely összeköti őket. Virtuális viszonyok, programozott barátságok, digitális szerelmek szövődnek, és lassan mindenkinek 2 énje lesz, a cyber és a valódi. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire népszerű lesz, de ugye ez nagyon benne van a mai gyerekeknek az életében, hiszen mindenki már kenivágja az informatikát, és tényleg egy olyan darabot játszunk, ami sajnos megtörténhet, és meg is történt. Az alap az ősbemutató óta nem változott, a jelenkorban is meg kell birkózniuk a fiataloknak azzal, hogy a virtuális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia technikai vívmányai kúsznak be főszereplőként mindennapjaikba, tragédiát érlelve a tinédzserek érzékeny zavart, gátlásokkal teli, az őszinte kommunikációt alig ismerő közösségében.